semmi megváltást. Milyen jó volt Isten, jó voltál, az esőben ázva csókoltál. És megesküdtél, nem kell már soha más. Egy kicsit nézz fel az égre, nem fogom látni, ha sírsz az eső hull. Egy kicsit fázik az arcom, nem lesz több arcom, ha vársz, engem vársz, ha mindig engem vársz, ha esőben is vársz, ha mindig engem vársz. Egy kicsit nézz fel az égre, nem fogom látni, a sírsz az eső hull. Egy kicsit fázik az arcom, nem lesz több arcom, ha vársz, engem vársz, ha mindig engem vársz, ha esőben is vársz, ha mindig engem vársz. Jani Csákrác és Simon Kornél! Köszönjük szépen! Na gyertek szép emberek, segítünk lejönni! Működik, segíts levetsz, hát! Na, hát ez egy nagyon izgalmas volt. Milyen volt egyébként így, hogy valaki beleénekel a dalodba, az olyan furcsa érzés? Nem, az volt a fura, hogy ne lépjek be ott, ahol ő jön. Mert hogy az, ha koncerten nem lépnék be, az elég nagy baj lenne. Úgy elharaptad a szádat? Hát helyette Tibi is énekelte. Tehát valaki, hogyha Korné se lépett volna be, akkor Tibit kellett volna csak beadni. Én nagyon-nagyon bírom ezt a dalt. Én alapvetően egy dolgot nem értek, és ez most egyre inkább foglalkoztat, hogy kinek az ötlete ez a rengeteg ilyen félmeztelen férfi a színpadon. Mert nem, mert közben az jár a fejemben. Tibi, itt a nyár. Nem az a bajom, azt tudom követni, csak hogy nézi a mennyasszonyom is az adást, és ő azt gondolhatja, hogy egy levetkőzött férfinak így kell kinéznie. És ez nem jó, én nem szeretném, hogyha ez elhatalmasodna, ez a vízió, hogy így kell kinézni. Tibi, nincs neked semmi szégyelni valód. Ebben igazad van, de hogy mostantól ruhában fogok zuhanyozni otthon, és amikor senki sem lát, az is biztos. Én azt mondjam, hogy Tibi olyan közel magyaráz a vizes poharához, hogy úgyis le fogja önteni magát. A produkcióról is beszéljünk. Furcsa volt egyébként titeket a saját bőrötökben látni, annyira megszoktuk, hogy kameleonok vagytok, és mindenféle őrület van, hogy fura volt, amikor egyszerűen csak megálltok és énekeltek, de baromi jó volt a dal, elképesztően szeretem egyébként a ti kettősteket, nem látják az emberek egyébként azt, hogy ti produkció előtt is milyen kémia van már, hogy figyeltek egymásra, kicsit megbosszoljátok egymást, tehát hogy ott van az a druk előtte, hogy figyeltek egymásra, és tényleg megműködik ez energia átadás köztek, Veca érzi, hogy a Kornél egy picikét bajban van, ott van, figyeltek egymásra, nagyon szeretem kettősötöket, tényleg, nagyon jó volt. Jó, ez a felállás is, ez már majdnem nagypapa, nagymama, tehát itt... Andi? Valami hasonló fogalmazódott meg bennem is, én egyébként nagyon szeretem, amikor valami eszköztelenül is tudhatni. Két ember felállt oda arra a magas valamire, és egyszerűen csak énekelt, kiválóan, nagyon jó minőségben, nagyon mély érzelmekkel, különösebb nagy sallangok és egyebektől mentesen, ezt én mindig nagyon sokra tartottam, és az, hogy végig meg tudtátok tartani azt a feszültséget, amire szerintem nekem, mint nézőnek, vagy mint közönségnek szüksége van ahhoz, hogy ne kezdjek el másra figyelni, nem tudtam másra figyelni, csak rá. Andi. Nagyon jó volt. Hagyjál, Andi. Tibi békén, Andi. Most én mondom. És nem csak a Kornéra tudtam figyelni, a Vecára is. Egyfolytában a Palikat néztem, hagyjad már. Ez mondjuk igaz, de jobbára őket figyeltem, mármint a Vecát meg a Kornélt. Ne figyeljek. Puki, te még itt vagy? Hát figyelj, én mindig ott vagyok, hogy nagyon szépek voltatok ki ketten ott fönt a színpadon, és nagyon szép az adál, a szöveg, minden. És Kornél, jól látni, hogy most nem bockottál, tényleg ott voltál Veca mellett, hogy az az igazi barátság, az az igazi minőség nagyon-nagyon-nagyon
elhittem mindent, ami történt a színpadon. Szóval fantasztikus volt, köszi szépen. Gratulál, nem tudunk más mondani. Őszinte. Megvettem helyet, Kukinak az lett a nagy szólása. Elhittem. Ez lett az idei szériában. Nem baj? De szép volt, illetve. Szép volt, abszolút, csak úgy megegyeztem, mert minden nagyon jó. Na gyerekek, szuper jó volt. Kornél ugye tartozik egy Kaszatibi paródiával, mondta, hogy majd ha döntő lesz, akkor hozza, majd akkor jövő héten? Most az olyan szép volt, most ezt nem roncsuk el. Ezzel, nagyon jó, én már halálra röhögtem magam itt a különböző szünetekben. Jó, rendkívül baj. Jól tudja a Tibit parodizálni, de oké, jövő héten szevasztok. Bocsánat, annyit hadd mondjak el, hogy csak azt lehet parodizálni, aki valamilyen. Ez most úgy tűnhet, hogy dicsért. De én már hallottam ezt a paródiát, majd meglátod, Tibikém. Foglaljatok itt a pályába, köszönjük szépen. Na nektek most már lesz az izgalmas, hogy milyen arányba kaptatok szavazatokat, mint pedig megyünk tovább.